A Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége az idősügyi tanáccsal köröltve 10. alkalommal hirdette meg a Városi Biblia ismereti vetélkedőt a kecskeméti egyházak támogatásával. A korábbi sikereket tekintve nem szerették volna kihagyni ebben az évben a vetélkedőt, így a járványügyi előírásokat figyelembe véve idén rendhagyó módon az online térbe helyezték át a játékot. Kiküldtük a kérdéseket interneten keresztül, megérkeztek a válaszok, és most úgy döntöttünk ebbe az évbe, hogy nincs olyan, hogy első, második, harmadik helyezett, örültünk, hogy résztvevők voltak, és szórakozhattak a idős korosztály és a fiatalokkal együtt, még ha ilyen formában is. Egy csapatban 2 nyugdíjas és 2 hetediktől 10. osztályos tanuló lehetett. A vetélkedőre való felkészülésben a csapatok segítséget is kaptak. Az evangélikus lelkészi hivatalban történt, úgy elszeparálva egymástól, így készített föl bennünket a Hulei Enikő, csütörtökönként olyan 1,5-2 óra hosszan vettük át az anyagot, és nagyon sokat segített a felkészülésben. Idén a versenyzőknek az apostolok cselekedetei könyvet kellett feldolgozniuk. A vetélkedő jelszava az ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek idézet volt. Minden évben várjuk ennek a rendezvénynek a megszervezését. Azt gondolom, hogy főleg most ebben az évben a lehető legjobb időszakban sikerült ezt megszervezni. A Nyugdíjasok Szövetsége a vetélkedő sikerét látva el is indította újabb versenyét, mely december 20-án zárul majd. A vetélkedő témája ezúttal József Attila élete és költészete, valamint Trianon megjelenése a költészetben.